Az Óbudai százszor szép óvoda három dolgozójának COVID-19 tesztje pozitív lett az alapítvány által egy más településen dolgozó pedagógus mérését követő eljárás során. A kerületi operatív törzs ülését haladéktalan összehívtam ma reggelre, amely döntött a szükséges intézkedésekről. A jogszabályoknak megfelelően az érintett szerveket tájékoztattam, várjuk a további intézkedéseiket. A dolgozók, az odajáró gyermekek és családjuk biztonsága érdekében az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrend szerint az állami intézmények elkezdik a lehetséges kontaktok felkutatását. Ehhez az önkormányzat minden segítséget haladéktalanul megad. Kérjük az érintettek közreműködését a folyamat során. Mindkét tagintézmény bizonytalan ideig nem tudja fogadni a gyermekeket. Azok a gyermekek, akiket a járványügyi intézkedés nem érint, bármely kerületi intézményben kaphatnak ellátást előzetes egyeztetés alapján. Abban az esetben, ha bármely szülő nem kívánja az óvodai ellátást igénybe venni, ezt továbbra is orvosi igazolás nélkül megteheti. Az intézményre és a személyekre vonatkozó járványügyi intézkedéseket a harmadik kerületi tisztifőorvos teszi meg, a kerületi önkormányzat szorosan együttműködik ezek végrehajtásában. Az intézmény külső és belső fertőtlenítését elrendeltem. A szülők és a dolgozók tájékoztatása folyamatban van. Kérjük az érintetteket, amennyiben kérdésük van, használják elsősorban az óvoda Facebook elérhetőségeit, csoport és oldal, vagy indokolt esetben keressék dr. Bozzainé Káli Tünde óvodavezetőt a kali.tunde@kski.obuda.hu e-mail címen, vagy a +36 70 685 22 39-es számon. Intézményeinket a nyár folyamán többször fertőtlenítettük. Maszkokkal és fertőtlenítőszerekkel láttuk el. Kérjük a maszkviselési szabályok betartását. Nagyon fontos, hogy a kézmosási és fertőtlenítési szabályokat tartsuk be. Ha betegek vagyunk, ne menjünk közösségbe, forduljunk orvoshoz. Fontos, hogy tartsuk be ezeket a szabályokat. Vigyázzunk egymással, vigyázzunk közösségünkre. Otthonunk, Óbuda, Békás megyer.